Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Farkasok, a Gyöngyösi Televízió hetente jelentkező kézilabda magazinja, ahol már egy felkészülési mérkőzésről is beszélgethetünk majd, hiszen a Hajdú Bébron Gyöngyös csapata, amely január 3-án kezdte a felkészülést a tavaszi idényre, lejátszotta első edzőmérkőzését, méghozzá a Budakalász ellen hazai pályán, a találkozó 31-30-as vendéggyőzelemmel zárult, tapasztalatairól pedig Bíró Balázs vezetőedzővel fogunk beszélgetni, aki most is itt van a stúdióban. Szervusz. Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket is. Mielőtt rátérnénk a konkrét mérkőzésre, arról talán egy héttel ezelőtt kevesebbet beszéltünk, hogy mi alapján választottátok ki a felkészülési időszak ellenfeleit. Ugye a Budakalászsal és a Tatran Prešovval fogunk majd játszani. Mi volt a legfontosabb szempont, hogy ez a két csapat lett a gyakorló partnerünk? A Tatran Prešov az az egyszerűbb verzió. Nyáron is találkoztunk, ezekben a körökben így ildomos, hogy egyszer mi megyünk, egyszer pedig ők jönnek. Ráadásul egy nagyon komoly minőségi ellenfél, ezáltal ez egy duplán jó szituáció, hogy nem csak erős ellenfél, hanem nem kellett pluszba ilyen csapatot keresnünk, hanem az illem így kívánta, hogy egyszer mi egyszer ők lesznek a vendéglátók. A Budakalászsal igazából már nyilván a bajnokikon nincsen jó tapasztalatunk velük, de abból a szempontból jó, hogy a bajnokságban nem találkozunk a közeljövőben. Nyilván ez szokott lenni egy szempont, hogy ne az első-másik fordulóban legyen újra ellenfél, tehát a közeli ellenfelek közül mondjuk, hogy ne kelljen utaznunk, mert azért mi nem nagyon járunk Csurgóra mondjuk, vagy Debrecenbe edzőmérkőzésre, mert nyilván a közelebbi régióban is találunk ellenfelet, de mondjuk egy ilyen Pler-Ferencváros kör az egyből kieshet abból a szempontból, hogy rögtön a bajnokság elején találkozunk, és akkor akár a Budakalász ebből a szempontból jó, mert minőségi ellenfél az edzőmérkőzésen is azt a tempót diktálják, ami nekünk megfelelő, igazából meg a bajnokságban meg majd gyakorlatilag csak májusban találkozunk, tehát ilyen szempontok szoktak lenni igazából a mérvadóak. Nyilván még egy Dabas, egy Tatabány szóba jöttett volna, a Balatonfüred az régióta, legalábbis még mióta itt vagyok, elég sokszor szokott ellenfél lenni. A Tatabánya is volt rögtön az elsőben, hogy ide kerültem, szóval igazából ez minőségi ellenfeleket próbálunk találni, akikkel olyan mérkőzéseket lehet játszani, aminek van fokmérője. Tehát nem nagyon szeretek NB1-es ellenfeleket, abban a nyári felkészülésben a hosszabb idő áll rendelkezésre, tényleg a macskások, a lábok is tényleg annyira az alapdolgokat tudjuk gyakorolni, de itt egy januári felkészülésben, ahol 3-4 hetünk van, nem történt akkora kiesés a játékból, mint nyáron a 6-7-7-nyi pihenőbe, úgyhogy itt azért rögtön egy magasabb szintről indulunk, úgyhogy igazából ezek a szempontok. És mik voltak a mérkőzés tapasztalatai? Ugye ilyenkor sokszor elmondjuk azt, hogy nem az eredmény az elsődleges, hiszen a legfontosabb az, hogy különböző játékszituációkat tudjon gyakorolni a csapat. Milyen eredménnyel sikerült ez szerint, a szempont szerint zárni a találkozót? Első edzőmérkőzés, az engem ismerők tudják, hogy az első a védekezés, és gyakorlatilag ennek a gyakorlása zajlott az elmúlt másfél hétbe, bő egy hétbe. Megmondom őszintén, hogy nyilván a szám önmagában az, hogy 31 gólt kaptunk, nem feltétlenül azt mutatja, hogy ez felületegesen jól sikerült. Ennek ellenére viszont a mutatott képernél sokkal jobb volt. A 31 kapott gólunk az több dologból adódott össze. Egyrészt abból, hogy mindenkinek adtam játék lehetőséget. Például sorolhatnám azt, hogy a Varsanámilán vagy a Heger is már mindössze 30 percet játszott, a kapusokat 20 percenkénti periódusokba osztottuk, tehát így is úgy is, ha minden labdát megfogtak volna, sem maradtak volna a pályán 20 perc után. Nyilvánvalóan az egy poszton szereplő játékosok közül is próbáltam őket folyamatosan forgatni és mindenkinek játék lehetőséget adni. A védekezésben az egymás melletti védőpárokat keresgettük. Tehát azért mondom azt, hogy ennek mind-mind hatása volt a védekezésünkben kapott gólszámra. Megmondom őszintén, hogy visszanézve a találkozót sokkal jobb az összkép, mint azt a kapott gólszám mutatja. Ez nyilván akár az emberhátrány szituációkban adódik, vagy pedig a támadásbeli hibáinkból a lerohanás gólokat, amiket kaptunk. A támadójátékunk meg 30 lőtt gól, annak ellenére, hogy ezzel mélységében nem foglalkoztunk, emellett kimaradt 14 zicser, egy 7-es és 2 üres kapus kísérlet. Tehát azt mondom, hogy ott sem vallottunk szégyent, illetve inkább azt tudom mondani, hogy biztató a kép, és a 30 lőtt gól az ennyi elkövetett hiba mellett, a kapusra szemben elkövetett hiba mellett azt gondolom, hogy biztató. Az pedig, hogy mondom még egyszer, a 31 gólra ennek is ráhatása volt, hogy kihagyott zicserekből esetleg kontragólokat kaptunk. De mondom még egyszer, az összkép, amit mi szakmailag látni akartam, abban nem volt csalódást keltő, körülbelül azt a képet kaptam, amit egy hétnyi munka után kapnunk kellett.
Ugye, hogyha egy kicsit az eredmény alakulásáról is beszélünk, a mérkőzésen többször volt, hogy a Budakalász 4-5 góllal meg tudott lépni, de mindkét játékrész hajrájában ezt gyakorlatilag ilyen 4-0-ás rohamokkal sikerült ledolgozni. Ebből a szempontból hogyan értékeled az eredmény szempontjából, illetve a küzdeni akarás szempontjából? Igazából ez egy ilyen edzőmérkőzésen több szempont függvénye lehet. Lehet, hogy nekünk éppen olyan sor volt fenn, ami a Budakalász részéről talán nem olyan erős sor, és fordítva. Lehet, hogy abban az időszakban voltak olyan jellegű pozitív dolgaink védekezésben, amiből az történt, amit mi eredetileg elképzeltünk. Tehát azért mondom, ez több szempontból is jön. Most igazából az, hogy a küzdés és az állóképességnek ennek ebből a szempontból kevesebb ráhatása van, mert hogy forgatja az ember a csapatot, nyilván az a kérésem, hogy addig, amíg fenn van, mindenki maxot adja ki magából. Amúgy is, de ilyenkor nyilván azért örülnék, hogy magasabb tempó lenne végig a mérkőzésem, mert hogy forgatjuk őket folyamatosan, nem várom meg még valaki, vagy nem attól teszem függővé a cserét, hogy valaki többet hibázik, vagy kevesebbet, hanem a több hiba ellenére is fenn van a pályán, mert itt még a terhelés szempontjából is adunk időket, meg perceket a játékosoknak, nem csak az számít, hogy az ellenfél vezet 3-mal, valaki hibázott 2-t is azonnal lecserélem, hanem itt inkább arról szól a történet, hogy azokat a 20-30 perceket töltsék a pályán, és inkább a hibák árán is a gyakorlás legyen. Nyilvánvalóan az ezen a héten megrendezendő mérkőzésen is már egy kicsit másabbak a szempontok, támadásra is foglalkoztunk a héten, tehát nyilván egy kicsit másabb jellegű dolgokra került át a fókusz, és akkor ez ahogy megyünk majd tovább a Tatran Prešov és a Ferencvárosi Kupa mérkőzésre, ez meg mind egyre inkább ki kellene tisztulni a képnek, mire eljutunk a bajnoki szezonig. Mindjárt erről is beszélgetünk már, mint a folytatásról, de ami még nagyon fontos szempont volt ezen a mérkőzésen, az a jobb átlövő pozíciója, ugye Schäfer Zsolt és Lucián Bura sérülése miatt meg kell találni azokat a lehetőségeket, ahogy őket ezen a poszton pótolni lehet. Mekkora lépést sikerült ez felé tenni az első edzőmérkőzésen? Igazából még ezzel kapcsolatban is azon a mérkőzésen azt tudom mondani, hogy a gyakorlás, a konkrét erre történő gyakorlás ellenére pozitív volt a kép, amit kaptam, mert azt gondolom, hogy eredményesek is voltak a játékosaink, és elegendő helyzetet tudtunk kialakítani. Nyilvánvaló, hogy lesznek más jellegű védekezések, és lesznek más jellegű stílusú csapatok, akikkel fogunk találkozni, illetve hogy megy az idő, nyilvánvalóan nekünk is a törvényszerűségek elő fognak kerülni, és azáltal az ellenfelek fognak rá készülni, ahogy mi is, tehát azért mondom, hogy egy még nagyon kezdetleges arcunkat tudtuk ebbe is mutatni, de az, amit mutattunk, az ehhez az időszaknak megfelelő volt. Az, hogy meg most a következő héten, meg majd és hát ezen a héten, ahogy dolgoztunk már vele, és ezzel a úgymond kialakult helyzettel próbáltunk megoldást találni, bízom benne, hogy az összkép is egy kicsit szebb lesz. Ezek szerint ezen a héten már a támadójáték gyakorlására került át a fókusz? Nem teljesen, de elkezdtük azt is csinálni, mert a védekezésünkben 2-3 verziót szeretnénk gyakorolni. Az alapdolgok, tehát az alaphatos falon lenne egy módosítás, illetve a nyitottat is majd szeretnénk elővenni. Ezen a héten még csak a nyitott, vagy a hatos falunknak a két verzióját fogjuk alkalmazni Budakalászon, illetve a támadó játékunkban szeretnénk már több tudatosságot látni, és hogy így mondom, még egyszer megyünk előre, erre még a player mérkőzésig van egy 2-3 hetünk, addig pedig a finom hangolás, nem is azt mondom, hogy finom hangolás, de a részleteknek az igazán elmélyítése az lenne fontos. Mi lesz a cél a következő edzőmérkőzésen? Ugye most idegenbe kell majd pályára lépni Budakalászon. Van-e ilyenkor valami konkrét cél, amivel pályára küldöd majd a fiúkat? Inkább ennek is taktikai, meg szakmai és nem annyira eredménycentrikus szempontjai vannak. Szeretném látni a kétféle hatos falos védekezésünket, tehát azt a két megoldást, amit szeretnénk majd alkalmazni az ellenfelek ellen. Szeretném látni, hogy az lerohanásunk, bár abban is nagyon sok jó dolgot láttam, de a tudatos lerohanásunkat és azoknak a megoldásait, illetve az nyilvánvaló, hogy szeretném látni azt, hogy azokat a játék elemeket, amiket próbálunk összecsiszolgatni, támadójátékba is visszakapom. Nyilvánvaló, ha mindent visszakapok, akkor valószínűleg ennek eredménye is fog párosulni, ez természetes, de egyszerűen még most egyenre nem tehetem meg, azt gondolom, hogy nem lenne hosszú távon nem lenne jó, hogyha az eredmény oltárán feláldoznám azt, hogy valaki kevesebbet játszik, vagy még nem veszünk elő játékelemeket azért, mert mondjuk az utolsó 8 percben meg szeretnénk nyerni egy ilyen felkészülési mérkőzést. Nem ezen van a hangsúly, hanem azt, hogy a player és a majd később ugye a Ferencváros Komló mérkőzés lesz az, ami nekünk a fókuszban van, amit majd meg akarunk esetleg nyerni idegenbe, és ezeken a találkozókon pedig azokkal az elemekkel, játékelemekkel, amiket most begyakorlunk, úgyhogy most inkább még mindig ezen van a hangsúly, nem az eredményessége. Nyilván a jövő heti Tatran Prešov meccsem azért szeretném, hogyha valamennyire
úgymond az eredmény is fókuszba kerülne, hiszen az egy nagyon jó értékmérő lesz, mert tényleg egy nemzetközi kupás csapat. Hazai pályán vagyunk, azért nyilván egy másik lelkiállapot, és akkor utána meg már a Ferencváros, az már tétmérkőzés lesz. Nyilván meglátjuk, hogy addig hova tudunk eljutni. Idegenbe megyünk, egy nagyon jó csapathoz megyünk, persze, hogy tétmérkőzés is tovább akarunk jutni, de az is egy folyamat része lesz majd ebbe az átalakult szerkezetbe. Ott már nyilván mutatnunk kell valamit, tehát az oroszlán körmöket kicsit meg kell villogtatni, és aztán utána meg, ahogy a Szeged mérkőzés érkezik, az még egy komoly kihívás, és addigra azért ezekkel a fokozatosan erősödő ellenfelekkel tudunk neki menni majd a playernek, ami azt gondolom, hogy ott azért már ezeknek a tapasztalatait le kell majd aratni. Az ellenfél befolyásolja azt, hogy milyen taktikai elemeket gyakoroltok egy-egy találkozón, vagy ezt alapvetően a felkészülés stádiuma határozza meg? Azért nem határozom meg most még a konkrét ellenfél, mi nem készülünk a konkrét ellenfélre a felkészülési mérkőzésen, tehát nem kérek róla mondjuk egy nyári alapozásnál, amikor mi a hatodik edzőmeccsünket játsszuk, és mondjuk ő az ötödiket, nem kérem el az előző hármat tőlük, mert nem az a lényeg, hogy ők mit csinálnak. A mi játékelemeinket és védekezési stratégiánkat szeretném azért gyakorolni, mert majd akkor, amikor eljutunk a bajnokságra, ezt úgy kell képzelni, mint egy ház alapjait, hogy kell egy stabil váz, amire úgy tudok építkezni, hogy lesz alapjátékaink elől, és egy alapvédekezési stratégiánk egy vagy kettő hátul. És az ellenfélre, amikor majd készülünk a bajnoki mérkőzésen, akkor abból az alapból tudok bizonyos változtatásokkal speciálisan az ellenfélre készülni, és nem egy teljesen új rendszert minden héten kitalálni. Uh-huh. Tehát van egy alap, és ahhoz kell majd egy picit belenyúlni. Ilyenekről beszélek, hogy mondjuk egy keresztmozgásnál a beálló helyezkedés az jobb, hogy bal oldalon van, mert lehet, hogy az egyik ellenfél ellen jobb oldal, a másik bal oldalon kell, vagy pedig az, hogy egy adott játékból a kettes védőt vagy a hármas védőt támadjuk, az már egy apró változtatás azon, hogy az alapjátékunk az megvan, úgyhogy nem ilyenkor még egyáltalán nem az ő játéktudásuk, vagy az ő rendszerük határozza meg, azt majd akkor, amikor tétre megy a játék. Nyilván ez már a kupa mérkőzés, az már egy kicsit ilyen lesz, megpróbálunk a Ferencvárosból is felkészülni. Nem lesz egyszerű, mert nem könnyű ilyenkor az ellenfelektől videókat szerezni. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Még egy szempontból volt fontos a budakalászi edzőmérkőzés, ugye ez volt az első ebben az évben, és öröm volt azt látni, hogy a szurkolók most is ott vannak a csapat mellett, egy edzőmérkőzésre is szép számmal látogattak ki. A fiúknak ez hogy esett? Volt-e valamilyen visszhangja találkozása szurkolókkal? Biztos, hogy jól esett nekik. Nyilván egy ilyen létszámú szurkolótábor egy január elejé edzőmérkőzésen nagyon kevés helyen van, nyilvánvaló. Bármilyen furcsa hangzik, ez már valahol, és ezt jó értelemben mondom, ez már valahol készpénznek is veszük, és ez valahol megszokottá is vált, hogy minket ennyien buzdítanak, és hogy ennyien kíváncsiak a csapatra. Nyilvánvaló, hogy az ő, mármint a szurkolókról beszélek, az ő elvárásaik is magasak ezzel a csapattal szemben, és nyilvánvalóan ők is tudják, hogy az őszünk sikerülhetett volna jobban, és várják azt, hogy ennek mi lesz a kifutása. Nyilván mi meg ezen dolgozunk, hogy ezt, ahogy már többször említettem, meg tudjuk hálálni azt, hogy ők ilyenkor is mellettünk állnak. Még annyi nyilván a kérésünk, hogy ezt fogadják el, hogy ezeken a mérkőzéseken esetleg az eredményesség oltárán az van feláldozva, hogy mi a bajnokikon tudjuk igazán alkalmazni azokat a dolgokat, amiket itt csinálunk. Szükségünk van rájuk, mert egy borzasztó nehéz sorozat előtt állunk a tavasszal, és bízom benne, hogy ahogy hazai pályán is szoktak minket segíteni, reményeim szerint majd a idegenbeli mérkőzéseken is, akár a player mérkőzésen, vagy akár bármelyik nehéz idegenbeli túránkon, akár Komlón is ugyanúgy, ahogy tavaly segítettek minket, most is segíteni fognak, mert szükség lesz rájuk, és továbbra is azt gondolom, hogy ez csak úgy fog működni, és úgy leszünk sikeresek, hogy egy nagy kohéziót alkotunk, és ez egy homogén közeg lesz az, hogy a szurkok és a játékosok együtt. Nyilván a játékosok hálásak érte, hogy itt vannak és velünk vannak, mi megpróbáljuk, mondom még egyszer, a szürke hétköznapokban munkával elérni azt, hogy meg tudjuk hálálni ezt hétvégén. Január 24-én tehát a Tatran Prešov ellen találkozhatnak majd legközelebb a szurkolók a csapattal, és akkor szoríthatnak neki, és erről a mérkőzésről is szeretném majd, ha beszélgetnénk, úgyhogy várunk vissza a stúdióba, ma pedig nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk. Én is nagyon szépen köszönöm. Önök pedig maradjanak még velünk, hiszen ezekről a felkészülési mérkőzésekről, a szurkolói kapcsolatokról is fogunk beszélgetni Hegedűs Márkkal, a Hedo B. Braun Gyöngyös csapatkapitányával pillanatokon belül. Itt is vagyunk újra, és folytatjuk heti kézilabda magazinunkat Hegedűs Márkkal, a Hedo B. Braun Gyöngyös csapatkapitányával, aki itt van a stúdióban. Szervusz, köszöntelek! Szia, köszöntöm a nézőket!
És kezdjük is az egyik legfontosabb hírrel, hiszen nem olyan régen került közhírré, hogy újabb 2 évre aláírtál a klubbal, tehát maradsz a Hajdú Bébreon Gyöngyös csapatánál. Mi volt az, ami motivált a hosszabbításban? Igazából mondhatjuk azt, hogy otthon érzem magam, meg otthonomnak, második otthonomnak tekintem a várost. Viszonylag régóta vagyok itt, jól is érzem magam, jól érzem magam a társakkal, ugye mielőtt megegyeztünk, beszéltünk opciókról, hogy milyen keret lehet jövőre, meg mik a célok, és a klubnak a elgondolásai, meg az enyém is egyeztek, úgyhogy viszonylag hamar meg tudtunk állapodni. Nagyon örülünk neki, és akkor erre a 2 évre is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk majd neked és az egész csapatnak. Nem volt alkalmunk még beszélgetni arról, hogy a csapat hogyan élte meg az őszi teljesítményt. Ugye itt többen mondták azt, hogy igazából van egy pici hiányérzet. Talán voltak olyan mérkőzések, ahol elmentek olyan pontok, amik be voltak számítva. Ezt gondolom, hogy a csapat, a játékosok is megérezték. Hogyan sikerült feldolgozni, és egyébként összességében milyen szájízzel hagytátok abba az ősz végén a bajnokságot? Ami kicsit az ilyen két irányú, mert ami mindenféleképpen pozitív, hogy mindenki rosszul érte meg, mert mindenki úgy érzi, hogy több van ebben a csapatban, és több pontot kellett volna gyűjtenünk. De azt látni kell, hogy az előző években is, hogy nüanszokon múlik egy-egy mérkőzés, egy-egy gól ide-oda. A tavalyi szezonban sok mérkőzésünk alakult úgymond szerencsésen, de azért dolgoztunk. Nem mondom azt, hogy idén kevesebbet dolgozunk, csak a szerencse kevesebb százalékban volt a mi pártunk. Én bízom benne, hogy a második fél évben ez meg fog fordulni. Úgyhogy igazából a minimális célkitűzést azt kell mondani, hogy teljesítettük, de mindenki ennél többet szeretne, úgyhogy ezért dolgozunk. Hát a minimális célkitűzést teljesítettétek, de azért ebben voltak olyan csúcspontok, amikre gondolom sokáig fogunk majd emlékezni a szurkolókkal együtt, akár mondjuk a Balatonfüred legyőzése, de bizonyítottátok azt is, hogy egy Tatabányával, Csurgóval is teljesen pariban vagytok. Aztán meg voltak olyan mérkőzések, mondjuk mint az Egri, ahol elment 2 pont. Te csapatkapitányként hogy érzed, mi az, amin múlhat ez, hogy egy mérkőzésen sikerül-e kihozni, mondjuk bravúrt érünk el, vagy a saját tudása alatt teljesít a csapat? Ezt tudni kell, hogy minden mérkőzésnek van egy lélektana, amikor fordulhatnak a meccsek egyik vagy másik irányba, és ezeket lovagoltuk meg rosszul, mindig olyan szituációkba hibáztunk bele, amikor lehetett volna előnyt építeni, vagy a fél idő előtt, vagy a fél idő közepén, és amikor ezekbe belehibáztunk, ott mindig jött egy kis elbizonytalanodás, akár a védelembe, akár a kapusoknál, akár támadásba, és ez így összességében adta ki, hogy azokat a mérkőzéseket, amilyen párgólos meccs volt, nem tudtuk megnyerni. A januári felkészülés milyen állapotban kezdődött, hogyan tért vissza a csapat? Ugye arról már Bíró Balázssal beszélgettünk, hogy fizikálisan milyen állapotban sikerült elkezdeni a téli alapozást. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mentálisan hogy vannak a fiúk, az ünnepek, a kis pihenő után jót tette ez mindenkinek? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kellett ez a kis pihenő, még ha valaki úgy is érezte, hogy testileg nincsen úgy kimerülve, de fejben ilyenkor mindenképpen kell az, hogy 1-2 hétig ne foglalkozzon az ember a kézilabdával, mert utána lehet látni újra, ami már mondjuk úgy november-decemberben érződik, hogy meg egy kicsit megfárad, nem látod az emberek szemébe azt, amit amikor ilyenkor újra találkozunk, és akkor látni azt, hogy örülünk a másiknak. Nyilván nagyon kemény edzések vannak, nekem nem is a kedvenc időszakom ez az első 2 hét. De most lehet mondani, hogy a héten már testileg is úgy sokkal jobban érzem magam, és ez mindenkiről elmondható, és akkor most lehet elkezdeni azokat a finomításokat, mind a páros kapcsolatokat, mind az összcsapat taktikát, védekezést, amiben szerintem van hova előrelépni. És hát jönnek már az edzőmérkőzések, végre játszhattok is, ezt ilyenkor mindig várják a játékosok, de azt, ahogy látjuk, a szurkolók is, hiszen nagyon sokan kint voltak a budakalászi edzőmérkőzésen, milyen a kapcsolatotok a szurkolókkal? Hogy esik ez nektek, hogy még egy edzőmérkőzésen is ilyen sokan buzdítanak? Én személy szerint meglepődtem, hogy az első edzőmérkőzésen ilyen sokan kilátogattak. Én nekem személy szerint jó a kapcsolatom, de szerintem a srácoknak is jót tesz az, amikor egy-két szót lehet meccs előtt, akár meccs után váltani velük.
Én konkrétan a fodrászhoz járok, mellettem a egyik szurkolói vezető, az Akar Attila dolgozik, és akkor mindig szoktunk ilyen csapat körüli dolgokról beszélgetni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez kell is nekünk, meg jó is a szurkolók és a játékosok közötti kapcsolat. És ha minden igaz, aztán már elmondhatjuk, lesz most egy ilyen alkalom, majd 24-én a Tatran Prešov elleni mérkőzés után. Várják ezt a játékosok? Ők is szeretnek ilyenkor egy kicsit kötetlenül elbeszélgetni a szurkolókkal, meghallgatni a véleményüket esetleg? Szerintem igen, mert van olyan, hogy bepillantást engedünk nekik abban, amit van, sokszor nem értenek, hogy ez miért így, miért úgy történt ilyenkor. Nem is azt mondom, hogy magyarázkodni, hanem meg lehet velük beszélni, hogy onnan belülről mi ezt, hogy éreztük. Szerintem szoktak lenni nagyon pozitív építőkritikák is, amiket megfogalmaznak, úgyhogy mondom, szerintem ez a része ez jól működik, és gondolom várja mindenkit, mert főleg egy meccs után ott akkor ki lehet fújni egy kicsit a gőzt, és akkor lehet velük kötetlenül beszélgetni. Most egy nagyon kemény tavaszi rajt vár majd rátok, nehéz ellenfelek jönnek az elején, és hát nincs könnyű helyzetben a csapat abból a szempontból sem, hogy Schäfer Zsoltot és Lucián Burát az utolsó mérkőzésen elveszítettétek, ők sérülés miatt hosszabb ideig lesznek távol. Megtörte ez a csapatot? Én úgy gondolom, hogy főleg ott a meccsen lehetett érezni, ha legalább az egyikük van a Tatabánya meccs végén, akkor máshogy alakul az egész, az ott kicsit megfogott mindenkit, mert azért látszódott, hogy azok komoly sérülések. Erről talán még az első héten beszélgettünk egy kicsit, de mondtuk, hogy ezt hátra kell dobni, mert nem fog változni a helyzet, és vannak olyan játékosok, akik nyilván nem balkezesek, de meg fogják tudni oldani a jobb oldalunkat. Lehet így akkor védekezésben esetleg kevesebbet kell cserélni, ez amit szeretnénk gyors játékot játszani, azt tudja folyamatosan építeni, úgyhogy ez van, ebből kell főzni, ebből próbáljuk kihozni a maximumot. Erre a felkészülési időszak most ad lehetőséget, hogy ezt begyakoroljátok. Aztán január 30-án még mielőtt a bajnokság elindulna, a Magyar Kupában a Ferencvárossal kell majd játszani. Mire számítasz azon a mérkőzésen és hogyan készültök rá? Biztos, hogy egy nagyon kemény mérkőzés lesz, mert a Fradi pályán mindig nehéz játszani. Meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy tovább jussunk, mert mi azért minden évben komolyan vesszük ezeket a Magyar Kupa mérkőzéseket is, mindig teljes kerettel játszunk, aztán meglátjuk, hogy az aktuális napi forma hogy fog majd ott alakulni. És aztán február 3-án indul majd a bajnoki szezon, rögtön egy hazai Szeged elleni mérkőzéssel, ami valószínűleg teltház előtt zajlik majd, és ez mindig a kézilabda ünnepe szokott lenni. És ha beszélgettünk arról, hogy az őszi teljesítményünkben voltak hullámvölgyek és csúcspontok is, ez nagyjából a középmezőny teljes spektrumáról elmondható, minden csapat ilyen hullámzó teljesítmény nyújtott, egy igazán kaotikus bajnokságot látunk. Te hogy érzed, hogy tavasszal hogy lehet ebből jól kijönni? Hát a kulcsa az lesz, hogy azokat a kötelező mérkőzéseket, amik itthon vannak, azokat mindenféleképpen hozni kell, nem férnek bele olyan pontok, amikkel számolunk, hogy ne gyűjtsük be, és idegenbe is, ugye nagyon sok komoly mérkőzésünk, el kell utazni majd Komlóra, el kell menni a Balatonfüredhez, el kell menni Csurgóra, el kell menni majd a szezon végén Tatabányára. Próbáljuk úgy nézni ezt a második fél évet, hogy mindig csak az aktuális meccsre, és nem számolgatunk, nem nézzük a többieket, a saját dolgunkkal kell foglalkozni, és a legtöbb pontot összegyűjteni. Viszont ez, hogy ilyen hullámzó a bajnokság, ez azt is jelenti, hogy nincs nagy különbség a csapatok között a középmezőnyben, szinte bármi megtörténhet még. Mennyire nehezíti meg a dolgotokat játékosként, hogy azt látjátok, hogy az egyik meglepetés eredmény a másik után születik, és hétről hétre nehéz kiigazodni az erőviszonyok között. Ez megnehezíti a dolgotokat játékosként? Nem gondolom, hogy megnehezíti, inkább egy plusz töltetet ad, ha mondjuk egy olyan mérkőzés előtt vagyunk, ahol esetlegesen nem mi vagyunk az esélyesek, akkor lehet abból építkezni, hogy na, egy másik csapatnak, aki ugyanúgy esélytelen volt, sikerült nyerni, és ebbe kapaszkodva mi is bízhatunk akár még mérkőzésen a sikerben. Nagyon sok sikert kívánunk ehhez, és jó munkát a felkészüléshez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Szia. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva újra jövünk majd Farkasok című kézilabda magazinunkkal, akkor a Budakalász elleni visszavágó edzőmérkőzés eredményéről is beszélgetünk majd. Addig is minden jót, a viszontlátásra!